egyetlen egy hibám van, amit nem mondanák hibának. Nekem remekül illeszkedik a ruháimhoz, én nekem nagyon tetszik. Össze is köszöntelek így új év alkalmából, még nem is találkoztunk idén, ugye? Szerintem nem. Mert a Barba Negrán találkoztunk utoljára, és az december 28-án volt. De a sztorin összefutottunk. Igen, de ott nem iratkoztam. Nem? Mert nem volt miért? Na beszéljünk a sapkákról. Hány sapkád van? Kettőt is könnyebbet, nem tudom, mert szerintem több száz sapkám van. Egyetlen egy hibám van, amit nem mondanák hibának, mert ugye fellépések során ugye mindig sapkában láthatok, és sokszor van az, hogy elkéri rajongó, és akkor én mindig odaadom. És így azért megcsappant egy kicsit a létszám, de szerintem ez legyen a legnagyobb hibám, hogy odaajándékozom mindig rajongóknak a sapkámat. Milyen gyakran veszel sapkát? Hát hál' Istennek, mióta a New Era a szponzorom, nem kell vásárolnom, hanem ők biztosítják nekem, ezért nagypacsi, Patrik, imádlak, köszönöm szépen. De előtte meg ugye egy másik céggel voltam kapcsolatban, de mondjuk, hogyha külföldön vagyok és megtetszik egy-egy darab, akkor természetesen vásárolok, de mondom, az is New Era általában, mert azért ők csinálják a legjobb sapkákat, szóval. És hány éves voltál, amikor először vettél sapkát? Ezek a kérdések. Nekem soha nem volt pénzem, szóval így nehéz lett volna vásárolnom. Mikor vásároltak nekem például? Mondjuk. Nem tudom. Hát nagyon kicsi lehettem. Olyan 10-11 éves lehettem szerintem, amikor kaptam. És akkor egy full cap-et kaptam, egy citromsárga, fehér feliratos, tényleg erre emlékszem is. Mert abban mentem 11 évesen Gangsta Zoli és a Kártel koncertre. Hát akkor nem tudod, hogy megmaradt az emlék. Szerinted mitől gagyi, vagy mitől menő egy baseball sapka? Mitől menő egy baseball sapka, ezt nem tudom. Szerintem ez is emberfüggő, szerintem ez válogatja. Valakinek jól áll, valakinek nem. Mondjuk a Tóth Tibinek nagyon rosszul áll a baseball sapka a Hooligansből, viszont nekem rendkívül jól áll. Szóval ez egy ilyen furcsa dolog. Nem, amúgy Tibikének jól áll. Tibike az egy remek férfi. Ha csaj lennék, én biztos, hogy vele találkoznék csak. Hát egy kis plasztikai műtét is megoldhatunk. Nincs ilyen hülyeségekre időm most. Sokat dolgozom. Na akkor beszéljünk erről. Készül neked egy kis érdekes könyved, erről mesélj. Igen, készül az életrajzi könyvem az Ulpius kiadónál, ami remélhetőleg április végén meg is jelenik. Már nagyon várom, nagyon sokat dolgozok vele, nagyon sokat írjuk. Ami látszik is rajtam, szerintem nem voltam már jobban is, néztem már jobban is ki, bár nehéz elinni, tudom. Meg készül a lemezem, az viszont szeptember 1-én suli kezdésre fog a Rebiblia néven megjelenni. Plusz még írok szövegeket másoknak, fellépek. Kész vagyok. És kulisszát árulj el, légy szíves, a könyvről, mi lesz benne? Az én életem lesz benne, minden. Gyerekkortól elindulunk. És ebbe tényleg minden beletartozik, a labdarúgás, a gyerekkorom, akkor a rap karrier, a kezdetek, amikor az első nagyobb siker volt, máig tényleg mindent át fog foglalni. Csajozás lesz benne? Az lesz benne rendesen. Hát mert volt rendesen, hála a jó Istennek, akadt néha lány a láthatáron. És Majka barátodról is lesz szó benne? Hát nyilvánvalóan a rep részénél rá is ki fogok térni, de ez rólam szól ez a könyv. Hát csak mert hogy az ő könyvében ő is szót ejtett róla. Persze, ugyanilyen blokkot ő is fog kapni az én könyvemben, és elárulok róla minden apró kis mókás sztorit. Ahogy ő tette rólam a rohadék. És az új lemezedről mit kell tudni? Témájában mennyire lesz eltérő, mint amit eddig hallhattunk tőletek? Hát annyiban lesz másabb a Petivel a közös cuccainktól, hogy ez tényleg ez jobban utcarep lesz, ez jobban, hát ez körtiszes lesz tényleg teljesen. Nyilván lesz egy-két olyan dal,
ami mondjuk dallamosabb, slágeresebb, de leginkább az utca rap lesz, és amit tőlem szerintem, meg amit várnak is az emberek, meg amit pont én szoktam hozzáadni, mondjuk a Michael Curtis produkciónál, ebben most jobban érezhető lesz, mivel csak ez enyém lesz. Duettek lesznek a lemezen? Lesznek, igen. Több is. Szeretném az NKS-t. Ez a férfi miért fogdos engem, ez a csávó? Tetszel neki. Nem akarok elő hallani se. Az NKS lesz rajta, GVN barátom, Dynamic, Majka, Kollányi Zsuzsi, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok dalba benne lesz. Szeretjük a hangját. Mi is szeretjük, én is imádom, meg mondom olyan, mint az én kis nővérkém. Víg Arnold segít a lemez készítésében, és a Silver Hill stúdióba készülnek a dalok. Lesz még közreműködő, de az még most ilyen tárgyalási stádiumban vannak. Szeretnék még egy-két embert rá, akiket még azért nem mondok, mert amíg nem biztos, addig nem említeném meg őket. És mikorra tervezed, hogy ez megjelenik? Szeptember 1 suli kezdésre, szóval nem kapkodunk. Viszont egy klippet szeretnék még kiadni nyár előtt, ilyen tavasszal, ami annak ilyen beharangozója, vagy csak úgy, nem tudom még. Lehet, hogy beharangozó lesz, lehet, hogy csak úgy, de az biztos, hogy az a lemezen rajta lesz. Hát akkor hajrá, és sok sikert kívánok! Nagyon szépen köszönöm!